Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Nem kis feladat a fehérgyarmati futballcsapat előtt, a mai napon ugyanis Önöknek a mai estén. A legjobb formában lévő 100%-os Csengelsima ellen kell helytállni, kellene helytállni, és valami jó teljesítmény nyújtani közben les. És hát nem csak, hogy 100%-os az ellenfél, hanem a tavalyi bajnokságot is ők nyerték. Az egy más dolog, hogy nem vállalták a megye első osztályú szereplést, de ahogy most kinéz, akár idén is ott végezhetnek az élen, vagy nagyon az elején a bajnokságnak. Abszolút dobogó esélyesek, ez nem is kérdés. A miénk sem szerepelnek rosszul egyébként, eddig mindössze egy vereség. A nevünk mellett azonban három döntetlen is volt, tehát két győzelem, három döntetlen és egy vereség. Itt meg kéz miatt a játékvezető lefújta ezt a szituációt, tehát szabadrugás a miénk javára. Voltak olyan meccsek ugyan, amik a játék alapján egyértelműen a miénk kellett volna, hogy legyen, de hát ezt, ha nincs meg, akkor viszont vissza kellene fújni a játékvezetőnek. Én azt gondolom, hogy ezt a bíró egy picit elnézte, na de hát most már így maradt. Szóval lehetne több pontunk, de az, hogy csupán egy vereség a miénk neve mellett, az mindenképpen biztató. Mi egy meccsel egyébként kevesebbet játszottunk, és mert két győzelem, három, a milotai meccsünk nem lett lejátszva, tehát mivel két győzelem és három döntetlen, ezért 9 pont a miénk neve mellett. Ők pedig 7 meccset játszottak, tehát 21 pontosak, jelentős különbség a pontszámokat tekintve, meg hát a helyezéseket nézve és a két csapat között, ugye a Csengelsim az első, a miénk pedig a 8. helyen a bajnokságban. Akinek nem tűnt volna föl, a fehérgyarmat kékben, a Csengelsim a narancsárga feketében lépett pályára, és eddig mindenképpen tapogatózó a játék. Látszik, hogy egy gyors futballt játszik a vendégcsapat, de a miénk eddig nagyon szépen adogatják szintén a labdát, és nagyon szépen zárják le a területeket. És lehet, hogy meg lehet szerezni, azt gondoltam én is először, hogy ez hosszú lesz. Nagyon szép a mentés, másodszor is. Egy fejjel vissza, de ez a csapatkapitányunk, azt akartam, hogy a Balog Árpié lesz. Mégsem, a csengelsimaiak még össze tudták szedni a labdát, ez pedig már les. Úgyhogy addig, meddig passzolgattak a vendégek, amíg nem alakult ki helyzet. Nézzük a két csapat összeállítását a vendégeknél. 1-essel Székely Szabolcs, 4-es Orosz Ferenc, 6-os Volkán Roland, 10-es Ilbán Mihály, 14-es Mona Árpád, 66-os Algács Márk, 76-os Algács Benedek, a csapatkapitány Dávid Róbert játszik 77-essel, a 84-es Bozsányi Máté, Gere Csaba 88-as, és 92-ese Halász Norbert, a cserepadon 2-essel Domokos Levente, 7-es Horváth Tamás, 8-as Varga György, 11-es Tóth Ferenc, és 45-ösel Ötvös János, Volkán István és Kupecné Círják Ildikó a kispadon. Algács, mármint a 76-os Algács Benedek volt, aki rövidre várta a labdát, mégis hosszúra kapta. Meg lesz, hát ez egy csúnya visszahúzás volt, azt gondolom, hogy az mi akár sárga is lehetett volna. Volkán Roland volt szabálytalan. A miénknél 77-essel a kapuban Munkácsi Máté, Luhas Mihálko a 2-es, 3-as Végbenyámi, 4-es Szász Máté, 6-os Rőti Péter, 7-essel Daszka Lucián, egy dobás a vendégeknek, 9-es Magyar Rihár, 11-es Alapi Tamás, 16-os Gál Kristóf, 17-es Kósa Márk és 22-essel visszatért Balog Árpád, ugye ő a miénk csapatkapitánya, a kispadon Fejér András, Vágán Áron és Jadallak Rasid, a kispadunkon pedig Geletei Zoltán és Varga Gyula. A mérkőzést egyébként Tóth Levente vezeti, a két asszisztens pedig Tóth István és Semegi József, Kis Lajos pedig a játékvezető ellenőr. Mindent elmondtam a jegyzőkönyvből, nyugodtan megtehettem, helyzet vagy melegebb szituáció, mindez alatt nem volt a mérkőzésen. Egy gyors labda bal oldalra. Nagyon szépen odaért
Luhos. Jöhet az első szöglet a mérkőzésen az 5. percben. Mindkét csapatról elmondható, hogy jó felépítésű játékosokból áll. Általában magassági fölény az nem nálunk van. Ez most is így van. Jön a szögletrúgás, és nagyon szép a mentés, ez igen. Azonban jöhet az ismétlés. Lényegében Munkácsi kiüti a labdát, Lukos nem érte el, viszont viszonylag szépen beállt. Nincs 11-es, viszont Daskal mehet, mondom én. Az ellenfél kapusa azonban kapcsolt. Nagyon reklamált az ellenfél. Ez les, ez mindenképpen les. Hárman, de lehet, hogy négyen voltak lesen. Reklamálnak a vendégek továbbra is, hogy csattant, azaz szerintük 11-est ért az előbbi szituáció. Azért kell vigyázni, mert ha legközelebb lesz egy kétes, akkor véletlenül befújják. Most szerencsére nem ez történt. Luhost is lefutja az ellenfél szélsője, viszont Alapi nagyon gyors, csak hát ő nem egy védekező specialista, de még így is beleért a beadásba, és sikerült felszabadítani. Ezt nem érhette el Magyar, nagyon gyors volt a labda, pedig hát Magyar egy igen fürgeléptű játékos. Balog mutatja, hogy a mögötte lévő játékos kell fogni, és mellel sikerül felszabadítani, aztán lábbal is. Végben Nyámin volt az. Balog fordul, Magyar elé teszi a labdát, de jobb helyzetben a védő. Alapi ért a labdához, úgyhogy az oldalon túlra pattant, a Csengel Sima dobhat. Nagyon agilisan kezdi a Sima a meccset, ez várható is volt, azt gondolom. De miénk nagyon küzdenek, és egyenlőre oda is érnek mindenhová. Abszolút lövő helyzet volt így már. Nagyon pörög az a labda, Magyar még elindul érte, és kiválóan el is éri. Méghozzá úgy oldotta meg, hogy rápattintotta az ellenfél játékosára, Jöbára. Így tehát a miénk dobhatnak. Orosz lökött egyet Daskalon. A játékvezető szólt a vendégek négyesének, Orosznak, hogy nagyon látványosan lök. Orosz pedig nem azt mondta, hogy rendben, Spori, hanem hogy a 11-es szituáció szerinte nagyon látványos volt. Itt pedig előnyszabályt fúj a játékvezető. Volt jó a labda, uha, Lubos sajnos nagyon rosszul ért hozzá. A dobása miénk, és teljesen igaza volt Varga Gyulának abban, hogy picit elaludt a játékosunk vég, hogy figyeljen, mert jön az ellenfél. Semmi nem történt, azt gondolom, a játékvezető kiáltásra fújt. Algács Benedek került a földre. Ez egy kiváló szög a beadáshoz. Egyébként így körbenézve megint szép számú a közönség itt a fehérgyarmati futballpályán. Ez pedig kapura szánta a vendégjátékos közben. Engem ez azért meglepett, hogy Volkár Roland ilyen magabiztos volt, Balog egy jó kötényjel indult el, és aztán már teszi is Magyarhoz balra. Daskal középen, megkapja a labdát, Magyar indul, nagyon lassú a labda, de a hosszú oldal üres. Nagyszerű, Kósa előtt a lehetőség, és Kósát letaglózzák. Sipat minek vitted ki a pályáról? Teljesen igaza van szakvezetőnknek, Varga Gyulának, egyértelmű szabálytalanság történt, a játékvezető pedig nyilván kompenzálta a másik oldalon korábban történteket. Ez egy nagyon rossz játékvezetői mentalitás. Teljesen világos, hogy szabálytalanság történt a 16-os vonalánál, hogy kint vagy bent, azt innen most első nem tudtam megállapítani, hogy Kósát letaglózták, az teljesen biztos. Gál Kristóf marad lent, akit ugye a labdával találtak el, Kósa volt, aki elszenvedte a szabálytalanságot, de teljesen egyértelmű, hogy falt volt, ez nem is lehet kérdéses. Ezt
Azt gondolom, sajnos, még egyszer mondom, hogy a játékvezető Tóth Levente kompenzált. Ez egy, ismétlem magam, ez egy nagyon rossz játékvezetői mentalitás. Lehet hibázni, utána a következő, ha látja és úgy látja, akkor bizony meg kell ítélni. Most itt nem így tett. És ilyenkor szokott egy mérkőzésen a szabálytalanságok sora elharapózni. Reméljük, hogy nem így lesz ma. Ilván. Vissza Oroszhoz. Ha kint, akkor a miénk, és már pedig kint. Na hát akkor egy-egy rossz ítélet a két 16-oson belül, vagy a második az lehet, hogy kívül, ezt most nem tudom megmondani, de igazából így akkor egy-egy. A mérkőzés állása viszont 0-0. Valós időben egy picit korábban kezdték ezt a mérkőzést, a Spori 2 óra helyett már 1 óra 56-kor a sípjába fújt, ez kint van, úgyhogy jöhetnek a miénk. Jól játszik eddig a fehér gyarmat, az igazság, hogy minden hazai meccsen elmondhattuk, hogy jól játszik a csapat, csak ugye a győzelmek nem jöttek, döntetlenek lettek helyette. Itt viszont eddig semmiképpen nem mondható az, hogy a 100%-os csengelsima miénk fölé nőtt volna. Magyar felé a labda picit hosszú, és a vendégek kapusa jól is élt a játékkal, de a meglátás az kifejezetten jó volt, csak szépen kijött a kapujából. Ebben a fordulóban egyébként a következő mérkőzéseket játsszák. Vámosoroszi Tiszaszalka, Szatmárcseke Kisar, Őr Sonkád, Nagydobos Milota, Kocsord, Nyírvasvári és Tisztaberek Ópályi. Tisztaberek Ópályi meccs majd csak október 20-án kerül megrendezésre. Nagyon jó a mentés. Aztán picit kapkodva rúgtuk előre a labdát. Most már ez így helyzet, kisodródva úgy van, de a labda a kapuban. Hát itt. Épp úgy tűnt, hogy a kezdeti agilitást sikerült lefékeznünk a vendégeknél, de nem. Jól láttam akkor Bozsányi találatával. Igen, éles szögből leadott lövéssel megszerzi a vezetést a 13. perc végén a vendégcsapat. De ahogy mondtam, ők ugye eddig 100%-osak, ez, és tavaly is nyerték a bajnokságot, nem mondható semmiképpen meglepetésnek. Egyébként a bajnokságot, ahogy mondtam, 21 ponttal a Csengersima vezeti 7 mérkőzés után, ugyancsak 7 meccset játszott a Vámosoroszűk, 6 győzelem és egy döntetlennel, 19 pontosak, a Nagydobos 16, a Nyírvasvári 15 pontos, a Tiszaszalka 11, a Sonkád ugyancsak 6 meccsel 9 ponttal áll, a miénknek is 9 pontja van, míg a 7 mérkőzésen túllévő Kocsornak is 8 pontos, a Tisztaberek a forduló előtt ugyancsak 6 meccsel, az Ópályi 7, a Kisar 5, az Őr 3, a Milota 3 és a Szatmárcseke 0 ponttal áll át a bajnokságban. Onnan egyébként már ez lövő távolság, azt hiszem. Talán Algács, aki megsérült. Fölállt, úgyhogy nem kell ápolni. A miénk egyébként a következő mérkőzésüket Nyírvasváriban játsszák, hát az sem lesz egy sétagalop. Aztán megint hazai pályán pedig a Kocsord érkezik, majd október 28-án, és ott már egyébként élőben 13 órakor kezdődnek a mérkőzések. Távoli lövés nem is volt az rossz, Munkácsi viszont jól érezte a sarkot. Ez a beadás vagy lövés pedig már kapu mögé szállt.
Erre mondják, hogy csapkodó játék. Naszkál nem ért oda, Balog viszont majdnem. Általában, ha mi letámadunk, akkor csak egy emberrel, és azt az egy támadót azért a kettő vagy három védő és a kapus általában könnyen kigurigázzák. Jó a csel. Miénk dobnak. Magyar úgy vette át, hogy az már az oldalvonalon túl hagyta el a játékteret. Okosan hátra Ilbán. Mona. És Mona mellett Orosz. Orosz nyújtja meg. Ez már nem jó, nagyon mély volt a labda, úgyhogy kirúgással jöhetünk. Daszkál nem tudott csúsztatni, Algács is felugrott vele, de egyikük sem. Mona balra, Mona kapja vissza, kicsit hosszan, de simán eléri. Orosz. Nagyon stabil ez a csengersimai védelem Monával és Orosszal ott középen. Szépen ugrott föl Szász. Könyök, úgyhogy mi jöhetünk. Egy éles labda előre Kósa felé, Kósa szépen maga elé engedi a labdát. Okosan hátra. Ez egy nagyon szép kényszerítő volt, most lehetne még tovább balog. Rossz megoldást választott, mert ha rögtön teszi tovább, ott volt is üres ember. Sajnos megfordult a labdával, és ott már el is vesztette. Rossz. Fölkocogott Algács Márk is, ő kapta. Rőti ért oda hamarabb, mind a két játékos félt egymástól. Magyar ezt elnézte most. Ilbán inkább megjátsza Orosz felé. Algács ível előre. Ez kellett, Magyar. Húha, Magyar leteszi lényegében az ellenfél játékosának a labdát, ez pedig óriási zicserés fölé, de les is volt. A csapatkapitány Dávid volt lesen, kirúgással jöhetnek a miénk. 20. perc, 1-0-ra vezet a Csenger, sima, nem mondom, hogy érdemtelenül, nyilván egy kiváló csapatról van szó, a miénk egyébként állják a sarat, és hát egy gól nem gól, úgyhogy bőven van remény arra, hogy tudunk miért gólt lőni. De az biztos, hogy az a védelem, ami a Csenger Simánál összeállt, az azért nagyon nehezen
átjátszható ebben az osztályban, ez egyértelmű. Hát ez egy nagyon gyenge megoldás volt, Gál fölemelte a semmibe a labdát, nyilvánvaló volt, hogy nincs is ott közelben sem játékosunk, ahova ő emelte. Ez egy picit a fiatalság számlájára írható talán. Mona. És Székely. Nem rohan a Csenger Sima, az nyilvánvaló. Egy érett, kultúrált futballt játszanak. Orosz indít élesen. Nem volt jó labda, aztán kis ilyen. Mégis megjátszottuk a számukra. Nem jutott el Daszkálhoz a labda. Külsővel egy indítás, és sikerült szépen megtolni még Kósának, így bedobással jöhet az ellenfél. Orosz arra panaszkodik, hogy puha a labda. Ebből a jelenetből is jól látszik, hogy nem rohan a Csenger Sima. Én azt gondolom, hogy ezzel egyáltalán nincs baj a miénk részéről, ez pedig sárga lesz szerintem, így is van. Megszületett a mérkőzés első sárgája, egy rossz ütemű becsúszás okozta Gál kapja egyébként. Nagyon rutinos az ellenfél, teljesen nyilvánvaló, hogy nem sietnek, közben ápolni kell. Ők tudják, hogy ők a három pontért jöttek, nem gálázni akarnak, vezetnek 1-0-ra. Nyilván úgy gondolják, hogy fognak ők még itt még gólt lőni. Nem szeretnének szétfeszülni ezen a meccsen, vagy ezen a meccsen sem. Jöhet a szabadrúgás akkor. Kéttagú a sorfal, a rövidre ívelik. Valahogy sikerült belefejelnie végnek, de összeszedik a vendégek. És ez 11-es. A játékvezető most befújja, megfújja. Innen én úgy látom, hogy valóban az volt, és ha Csenger Sima ezt is belövi, akkor onnantól kezdve aztán végképp egy lassú-lassabb futball következhet majd minden bizonnyal. Algács végzi el a büntetőt. És Algács a kapu közepébe bombáz. Nyilván van egy nem magas termetű kapusunk, és sejtette is, hogy valamerre elvetődik. Ez volt a legbiztonságosabb megoldás. Tutira ment Algács. És így Fehérgyarmat Csenger Sima, 26 perc elteltével, 0-2. Eddig egyértelmű, hogy ez a legerősebb csapat, akit idén láttunk itt Fehérgyarmaton, ez a Csenger Sima. Dávid Róbert mondja el, hogy az övéinek egyébként a vendég csapatkapitánya, hogy nyugodtan járassák a labdát. Biztos vagyok, hogy nem akarnak megszakadni, továbbra is így látom. Kósa Márk cselezgetett, de elválasztották a labdától. Oroszhoz, magasan. Irbám. Mona.
Orosz már másodszor kéri, hogy cseréljenek labdát, szerinte ugye puha, közben labdát szerzünk. Daszkál szépen vissza balokhoz, megint Daszkál, kitűnő labda, és ez így lesz. Áj, de rossz megoldás volt Daszkáltól. Lövőhelyzet volt egyértelműen, 18-9 méterről már el lehet lőni, meg hát a jobb oldal is indult, ha már. És akkor Geletei Zoli adja a cserelabdát, Orosz nem egyszer kérte, hogy puha helyet jöjjön egy keményebb. Gondolom ez az. És viszont az eredeti labda, úgyhogy akkor ez szerint van a puha és a puhább. Mona. Szólt Algács, hogy ő indulna, nem ő kapja. Magyar volt szabálytalan Irbánnal szemben. Volkán a labda mögött, középen várják a beívelést. Jó labda volt, de gyönyörűen fejeltük ki. És ez így a miénk, Kósa. Magyar kapja vissza. Nagyon sűrű volt már ott a narancssárga csapat. Ezt jól csináltuk. Nem jutott el a labda Daszkához. Mona fejelte el, és kapja vissza Ilbántól. Az igen, mint az amerikai fociban. Mona nem figyelt az előbb, és ügyesen labdát szereztünk. Ezt meg lehet szerezni, Kósa! Kicsit magasan, ez nehezebben kezelhető, Balog. Balog jól ki a balra vég. Fehér gyarmati bedobás következhet. Juha, két, ez meg kéz, de hát mondjuk rápattan, de hát a feje fölött volt Orosznak a keze, az biztos, hogy kéz. Nem akart beleérni kézzel. Hoppá, akkor ez is sárga. Ez egy nagyon rossz megoldás volt. Nagyon sokat várt a vendégjátékos, sikerült megszerezni a labdát, és akkor most fúj meg egy szabadrugást. Itt pedig előnyszabály lett volna az Ildomos, na mindegy, hát most egy kicsit bajban a játékvezető. Nagyon nagy labda a jobb szélre Kósa felé, és Kósa át is tudja venni a labdát. De aztán nagyon rossz megoldás, Daszka pont nem abba az irányba indult. Balog, magyar, dobnak a miénk. Kettő a három ellen, az elég sárgás. Száz kap sárgát. Megint
Algács Benedek a földön. Kettőnül a Csenger Simának a 31. percben, Algás Benedek pedig a földön. Jött a szabadrugás, Algás Benedek próbálgatja a lábát. Véletlenül a szabadrugás után jelzi majd, hogy visszatérne. Nagyon jó szabadrugás volt a hosszúra. Kósa pedig gyönyörűen teszi magyar elé a labdát. Elő pedig Daszkál figyel, hogy ne fusson lesre. Luhos szépen, magyar. Kósa mag elé teszi, most jön a beadás a hosszúra, el lehet ezt érni. Az ellenfél kapusa beleboxolt. És ennyi elég volt, uha. Magyar még belenyúl, de ez így csak a vendég kapusához, Széke Szabolcshoz volt pontos ez a labda. 33. perc. Algás Benedek továbbra is sántikál itt a szélen. Önök pedig azt látják, hogy szászmentett bedobása. 2-0 után hát a vendégeknek, 34. perc. Ez pont egy olyan eredmény, ami ha marad szünetig, akkor nem azt mondom, hogy eldől, de egy megnyugtató előny, viszont ha gólt rúg a hátrányban lévő csapat, akkor onnan még vissza lehet jönni. Nem mondom, hogy a játékképe ezt mutatja, de van olyan minőség a miénkben, hogy képesek lennének, vagy lehetnének szépíteni. Hát nem ez volt a legjobb megoldás, ez kétségtelen. Ezt azért elkapkodta vég. Nagyon szép volt, Alapi, ez igen. Kiváló megoldás, Alapi megtolja, labdával is gyorsabb, mint az ellenfél. Ketten is oda csapnak Alapinak, én azt gondolom, hogy mind a kettő fújható lett volna, hogy viszont szög lett, nem mondom, hogy rosszabbul jártunk. Az első fehér gyarmati sarokrúgása 35. percben. Nem maradunk kettő a kettőbe, hello! Hova ment te? Egy gyertyát sikerült rúgni a vendégeknek, ezt meg lehet szerezni, ezt a labdát. Meg is van. Nem, rossz, nem volt rossz elképzelés a szászé. És most már megnyugtatják a játékot és a labdát. Kicsit Kósa háta mögé, és ez pedig így már a narancssárga mezesek ide. Mindenképpen 2-0 után jobban játszanak a miénk. Egyértelműen gyakran érünk oda a vendégek 16-osának előterébe. Jöhetnek beadások, vagy jönnek beadások a miénktől, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem dölt el ez a mérkőzés. Ez már kint. Azaz bedobással következhetnek a miénk. Kósa majd labdáért jó messzire. Szemben a nézőtéren egyébként jó néhányan napoznak, ahogy látom, jól teszik. Erre is jó egy ilyen futballmérkőzés, egy ilyen csodálatos október közepi napon. Száz kiemeli a labdát, Kósa szerintem lökték.
Hát a Daskal nem éri el, akkor a játékvezető vajon miért nem fújt? Kézzel lökték el Kósát. Na mindegy, hát megy a kettes meccs, megy a kettes játékvezető. Nem fújja rosszul a mérkőzést, vannak komoly hibái, de hát ennyi szerintem másnak is ebben az osztályban. Nem értették meg egymást a fehér gyarmatiak ennél a helyzetnél, úgyhogy kirúgással jöhet a Csenger Sima. Orosz. Egyre lassabban hozza ki a labdát egyébként a Csenger Sima. Nem gondolom, hogy ez erőnlét, inkább tudatos megfontolás. Tehát nem arról van szó, hogy spórolnak az energiával, hanem nem akarnak megszakadni egész egyszerűen ezen a meccsen. A magyart ellökte orosz egyértelműen. Orosznak szól Algács, hogy a védők mögé rúgja be a labdát. Balog, Daskát pedig megelőzik. És most egy gyors ellentámadás. Hát ez... Én azt gondolom, hogy ugyan test-test ellen. Csak ugye a mi játékosunk már levegőben volt, amikor Dávid Róbert megérkezett. Alapi, okos. Munkácsihoz haza. Száz. Hát ott volt az emberlubos. Talán megjátszhatta volna ott a szélen, nem kellett volna ennyire kapkodva elrúgni a labdát. Ez egy nagyon gyenge lövés volt, legalábbis az irányát illeti. Volkán próbálkozott meg vele. 39. perc vége, továbbra is 2-0-ra vezet a lista vezető, és a forduló előtt is 100%-os Csenger Sima. És akkor Munkácsi. Általában nem kicsiben oldjuk meg, de ez logikus, mert gyors, jó futballisták alkotják a vendégek támadó sorát. Veszélyes lenne kicsiben hozni ki a labdát általában. Kósa. Ez nagyon jó meglátás. Alapi. Ez lassan lövő helyzet Alapinak. Igaz, hogy sokan vannak körülötte. Nem volt csúnya megoldás, szó se róla. Nincs is kint. Kósával szemben a szabálytalanság nagyot kiáltott. Én innen nem láttam, mi történt. Szerintem a játékvezető sem. Kósa jobb vádlia, talán az Achillesze fáj. Tudja folytatni a játékot. Hát ebből még Balog akár 16-oson belül is ívelheti a labdát, így is van. Mindenki mellett fölött elszáll, Rőti mellett is, ő próbálkozhatott volna, ha ez pontosabb, de nem volt az, úgyhogy már ki is rúgta a labdát a Csenger Sima. 42. perc, 2-0-re vezetnek a vendégek.
Szép volt, a lapit megelőzik. Wow, ez igen, Balog, nagyon szép megoldás volt, Daska, kicsit erős volt a labda, nem tudta magánál tartani, viszont ebből még szöglet is lehet, sőt lesz. Algács Márk rúgta ki az alapon a labdát, úgyhogy itt a félidő végénig kapunk egy lehetőséget ajándékban, szöglet formájában, ugye? Kicsit kár, hogy Balog rúgja a szögletet, mert talán a legmagasabb emberünk, aki ott középen is zavart okozhatna, de hát biztos oka van, hogy véletlenül az, hogy ő rúgja a legjobban a szögletet. Húha, elég merész volt az ellenfél. Egyébként itt jegyzem meg, hogy a harmadik mérkőzés, amit idén közvetítek, itt Fehérgyarmaton futball tekintetében, én nem láttam Fehérgyarmati gólt, ugye 2-0-0 és most 0-2, de jó lenne már itt közösen önökkel örülni egy gólnak. Valahogy az idegenben jobban megy. Nyilván ellenfél függő is. Nincs 11-es, sőt, tovább gondolkodom, hogy a negyedik mérkőzés, ezt most vissza fogom nézni a szünetben, de 2-0-0, és ez biztos, hogy volt. Úgyhogy Bíró Tibor kollégámnak sok gólt nem kell lassítania, amikor adásba szerkeszti a mérkőzést, ez szerintem már kimegy. Kis ment, úgyhogy kirúgással jöhetnek a miénk. 44. perc. Úgyhogy ez mondjuk falt, de Kósa tovább megy. Nem jól találta a labdát sajnos, de most szépen javít. Kósa kapja ismét, de már nem tudja bent tartani. Muszol Varga, szerintem jogosan, hogy túloldalt is jó lenne megjátszani. Valóban így van. Általában a jobb szélt foglalkoztatjuk, vagy foglalkoztatja Rőti. És hát magyar legalább ilyen labdabiztos. Mona megy picit följebb, így Algács marad vissza. Orosz instruálja a többieket, de nem mindenki örül ennek. Kirúgás. Magyar megelőzött mindenkit. Alapinak szerencséje volt, a passz viszont már nem jó, lefülelték. Letelt a rendes játékidő, a játékvezető egy másodpercet sem hosszabbít, pont 45-0-0-nál sípjába fúj. Fehérgyarmat, Csenger Sima tehát egyenlőre 0-2, nem játszanak rosszul a miénk, de a tudásbeli különbség az most ebben a 45 percben kijött a pályán. Jöhet a második félidő. Azt a miénk fogják kezdeni. Az első játékidőben nem játszottunk rosszul egyértelműen, azt gondolom. A Csenger Simának voltak olyan megmozdulásai, amik hát láthatóvá tették, hogy miért is nyerték ők a bajnokságot az előző évben. De hát én meg azt mondom, hogy akkor szorongassuk meg őket itt a második félidőben. Rögtön egy szabálytalanság. És végeztük a szabadrúgást, magyar előtt a labda, visszagurít, ott az ígyszer, és ott a gól! Hát kérem szépen a negyedik, bocsánat, az ötödik mérkőzés idén, amit itt látok, és most megvan az első gyarmati gól, méghozzá nagyon gyorsan sikerült ezt a lehetőséget értékesíteni, és amiről beszéltem, 2-0, 2-1 van, azonnantól meg meleg.
Az első percben berúgtuk, ez igen. Na, kiváló kezdés. Ez hosszú átadás, szóval megnéztem, 4 mérkőzés ment ugye el, hogy nem láttunk gyarmati gólt, de most végre Biló Tibi akkor lassíthat, és ott van a 2-1. Magyar nagyon szépen fordult, és még pontos is a labda Dászkálhoz, szerintem az is falt. Balog felé, de a labda viszont nagyon hosszú. Na hát egészen más így ez a második félidő, hogy csak egy van közte. Ezek szerint les volt, jó, későn láttam meg a játékvezetőt, még harcoltak egy nagyot. Magyar, de szép volt, és ez pedig falt. Na hát az előbb ilyen szabálytalanság után lett a gól. Az mondjuk túl szép lenne, hogy teszem azt 3 perc után egyenlítünk, de hát mondjuk nagyot kell álmodni. De mindenképpen jobb a helyzet. Kósa felé, meg is lesz a labda. Ó, tehát elég talpgyanús volt egyébként ez a megmozdulás, ha jól láttam Orosztól. Ami nem igaz, mert Gere Csaba volt. Na mindegy, szöglet. Mekkora slusz poén lenne itt, hogy egyenlítünk rögtön a félidő első 3 percében. Na most kis szöglet mégis, ezt én hiányoltam az első félidőben, kifejelik. Lúvos csak nézte, hogy mi történik. Nem volt szabálytalanság, azt jelzi a játékvezető Dávid Róbertet, szabályosan választotta a labdát. A Lúvos, ez meg egy nagyszerű labda. Kósa az oldalhálóba lő, de elképesztően jól kezdi a második félidőt a fehér gyarmat. Gól és gólhelyzet. 100 oldalra fejelt, de úgy, hogy még el is éri a vonal előtt vég. Magyar. Vissza véghez, nagyon szépen. Na hát megjött az önbizalma a csapatnak. Hát ez hogy a Csenger Simáé, ezt mondjuk elég nehezen tudom innen elképzelni, hogy a miénkről ment ki a labda. Megint Csenger Simai bedobás, szóval egy kiváló félidő kezdés, nem csak a gól miatt, utána volt még egy helyzet Kósa előtt, hogy még akár vissza is guríthatott volna. De a lényeg az, hogy abszolút szorossá vált a mérkőzés, és egy nagy dicséret a mieinknek, hiszen én azt gondolom, hogy a 3 legjobb csapat egyike, de talán a legjobb ez a Csenger Sima. Dászkál és Kósa zavarnak, de ugye ketten támadják a 3 védőt, most már Orosz. Mona. 3 ez Kósa elszámolt egy kissé. A sárga lapos 100, és 100 pedig az oldalvonalon túlra rúgja magasan, erősen a labdát. Dobhat a Csenger Sima. Ez egy lövés, de ez messze mellé. Thank you.
fogja fejjel. Ki a várpó, ketten közel, állt egy kicsit hátrál. Ketten, beszélj! Uff, nem ütött el Daszkalig. Kis Péttel mégis, és ez is jó, Alapi, két Csengelsi mai között lép ki. Alapi, és orosz oldaláról vágódik ki a labda az oldalvonalon túlra. Alapi, nem volt szabálytalanság a játékvezető szerint, de kint. Labda a játéktéren kívül dobhatnak a miénk. Nagyon jól kezdtük ezt a fél időt, nem is kérdés most már. Hetedik perc, és uraljuk a játékot eddig. Ebben a hét percben Alapi. Kirúgás. És orosz direkt elsimogatja a labdát, most kell a lélegzetvétel a Csenger Simának. És ha jól látom, cserélni is fognak, Tóth Ferenc megy lejelentkezni az asszisztensnél. És megvan a labda, Gál mehet, Gál indulhat, előtt a labda, azt a betyárját, de jól lőtt el a hosszú felé. És akkor csere. És akkor Ilbán jön le a pályáról, helyette jön Tóth. Ugye Ilbáné volt a gól, ezt ő is elismeri. És hát a gól mellett még két helyzet is a miénk neve mellett eddig. A másik fél időből eltelt 8 percben, ez igencsak dicséretes. Pont Tóth felé a hosszú indítás. Száz Lubos elé emeli a labdát. Daszkalt megelőzik, itt pedig már Gere. Egyértelműen elérhető, azt gondolom. Kósa zár vissza. Nagyon szépen száz. Uff. És ez hihetetlen. Tóth beáll, kérem szépen, és kap egy ingyen labdát, amit berúg a kapu hosszú oldalába. Tizedik perc. Nagyon jól kezdtük a félidőt. Gólt is lőttünk, helyzeteink is voltak. És a totális semmiből lőgolt az egy perce beállt Tóth Ferenc. Fehérgyal majd Csengel Sima 1-3. 6 percre mondtam el, ha a védő elmegy, akkor vissza kell zárni. Gál Kristóf került a földre. Húha! Jó erős labdát kapott vissza Balog. Nagyon szépen emeli ki a szélre. Vég. Az Alapinak mi akár jó is lehet. De elpörgött a labda, és orosz ezt már szépen megoldotta. De megvan a labda, magyar! Húha!
Ez egyértelműen falt. És hát elképesztő, továbbra sincs sárga. Hát ki reklamáltuk, jogos, de nagyon hosszan kellett reklamálni, hogy megkapjanak egy sárgát. Na hát ez már lövő helyzet innen. Balog és Daszkán labda mögött. A sor fal olyan 17 méterre áll, hát akkor ez olyan 26, mivel kicsit oldalt, olyan 27 méterre a kaputól. Daszkán Lucián nagyon rosszul lövi a labdát. Erős sem volt benne, de legalább lett volna pontos. Egyértelműen falt, látni és hallani is lehetett. Orosznak szólnak oldalról, hogy sokat beszél ott hátul, általában ez jó pedig. Tóth hoz a labda, ugye, aki beállt és gólt szerzett, ugye nem volt nehéz dolga, de ez nagyon magas volt. És biztatja, és a csapattársad mondta, nagy volt a szél, ügyes vagy. A Szász picit rosszul számolta ki a labda ívét, de aztán megoldotta, ez pedig kéz. Algács Benedekért bal kezével a labdához, úgyhogy szabadrugás még a saját térfelünkről a miénk javára. Nagyon kár azért a harmadik Csengel-Simai gólért, ezért a passzért is, de azért nagyon, mert ott igazán lendületben voltak a miénk. És nagyon azt érezte az ember, hogy bármikor lehetne egy egyenlítés. És senki a vendégek 84-ese Bozsányi előtt, az első gólszerzője. És ez pedig a sárga lapos Szász követte el. Olyan 19-20 méterre a kaputól a szabadrúgás. A 15. perc a második félidőben. A kaput eltalálta a szabadrúgás után. A labda, a Lapinak ez talán hosszú, húha, ez elég nyújtott láb volt, a Lapi befelé húz középre, és nem fúj a játékvezető, teljesen nyilvánvaló volt, hogy visszahúzták a Lapit, és Balogh kap sárga lapot. Ezt még az ellenfél játékosa sem tagadja egyébként. Ez nyilvánvaló volt, hogy a kezét használta az ellenfél játékosa, és sajnos ezt nem sikerült Tóth Leventének észrevennie. Azt már meghallotta, hogy éppen szídják a pályán. Az a helyzet, hogy jogos volt. Nem mondom, hogy szídni kell, csak
jó lett volna ezt a nyilvánvaló szabálytalanságot, észreveszi a játékvezető. Megkezdődik a 17. perc a második félidőben. Magyar ment neki Székelynek, de szent a béke. Székelynek gyengén rúgta ki, de aztán szerencséjük volt. Egyértelműen jobb a Fehérgyarmat ebben a félidőben. Szerintem ez kétségtelen. Le is ült a Csengelsima, de még nagyon szépen és kombinatívan építettek fel több támadást is, és többször is csak szabálytalanul tudták megállítani, elsősorban alapít a vendégek. Ezt mondjuk kettővénél többször vette volna észre a játékvezető, akkor hát több veszélyes szituáció is kialakulhatott volna a csengelsimai kapu előtt. Igen, mozgott a labda Munkácsi előtt. Ezt észreveszi a játékvezető. Már bocsánat, de nevetséges, ugye ez biztos, hogy nem volt szabálytalan Baloggal szemben, viszont mivel Balog az imént kapott egy sárgát, most visszakapott egy szabadrúgást. Elég tipikus. Hűha. Mondanám, hogy látványnak szép volt, de még annak is kicsit vicces, főleg így, hogy a labda kijutott az oldalvonalon túl. Gál Alapihoz. Alapi emeli Daszkál irányába, de csak irányába, mert Daszkál mögé jött a labda, Orosz hátra. Na hát, és úgy tűnik, hogy az a védelem azért nehezen bánik az ilyen letámadások ellen, vagy letámadásokkal. Ez hosszú is, de szerintem lesz is. Úgyhogy jöhet kirúgással a Fehérgyarmat. Én azt gondolom, még most sem dőlt el ez a mérkőzés. Benne van továbbra is a Fehérgyarmatban a gól. Balognak ez hosszú volt. Vég. Magyar. Két narancssárga mezes között akart elindulni, el is indult egyébként, sőt most egy pillanatig vissza is szerzi a labdát Magyar, de aztán ki tudják hozni a vendégek egészen eddig, mert a passz hosszú, mert a passz mentén a labda hosszú, és így bedobással jöhetünk. ez nagyon elmés megszólás volt, szerintem Varga Gyulától egyébként. Kértek egy labdát, ő mondta, hogy meg játékvezetést, van benne valami. Abszolút. Mert hát igen, elég sok a hiba, és sajnos a hibák egy jelentős része a miénk kárára történt és történik. Reméljük, ez már csak most múlt időben kellett elmondani. Igen, le lehetett venni, és nagyon okosan szóltak a többiek Gálnak, hogy le lehet venni azt a labdát. Daszkál oda csúsztak, ez a labda talpal vagy sarokkal megint nem volt rossz, viszont a szerelés sem. Négy a háromba mehetnek a miéink. Középen is van játékos. Magyar még mindig. Magyar ellövi, és mellé. Hát a kapura lövéseket nézve a második félidő egyértelműen miénk, ha gólokat tekintjük, akkor 1-1. De sajnos csak a második félidő 1-1, összességében 3-1 oda.
Uha. Mindig Tóth. Ez labda volt, így is van, de hogy is, hát ez egyértelmű labda. Sárga nincs. A játék folytatódhat, tehát Csengár Simai szabadrúgással. Mutatja a játékvezető, hogy Sipsu után lehet elvégezni. Akkor most jön élesen a labda a kapu előterébe. Munkácsi pedig másodjára, vagy másodikra ugyan, de magához ölelte a labdát. Bedobás. A labda az övék, Halász. Halász a hosszú oldalra. Szász nagyon szépen követte le az ellenfelet, és így vég meg is szerezhette a labdát, csak nem volt előtte már hely, már mint vég előtt, ahova mehetett volna. Megint egy labdaszerzés. Balog. Indul a jobb oldal, csak nem volt helye Balognak, viszont nagyon szépen megfordult. Magyar. Ú, hát ez nagyon csúnya falt volt hátulról. Nagyot csattant. Na hát ez egy szöglettel felérő szabadrúgás. Azt mondok Rashid Aaronnak, hogy jöjjön, akkor jöjjön csereként. Jöhet akkor a szabadrúgás. Így lehet veszélyes, nem sajnos átpattan Kósa fölött a labda, de a miénk lesz. Munkácsi, higgadtan. És így sem a miénk. Ez egy gyors támadás, és Dávid is jól dobta ki a labdát a jobb szélre. Szászt lökik egy picit, de mehetett tovább, és aztán a második vonalban már nem jött Csengár Simai játékos. Így fordulhatnak a miénk. Balog. Daszkál. Alapi. Gál. Szépen jár lábról, lábra a labda. Bal szélen keres embert. Most meg is találta véget. És ez kéz volt. Ezek szerint jöhet egy Csengár Simai szabadrúgás. Túl vagyunk a félidő felén. Még szűk. Szűk 20 perc van hátra. Húha,
a játékvezető és Balog nem nagyon értik meg egymást, miközben kettős, vagy a cserem kettőm csere a mieinknél. Tehát akkor Gál helyett Rashid Aaron a pályán. Ez óriási helyzet, Munkácsi beleért, nem volt könnyű dolga, mindenki azt hitte, hogy ott orosz fejelni fog. Miért az ötödik szöglet? Munkácsi nagyot védett. Daszkával szemben a szabálytalanság, ez így elég jól ment nekünk, ez biztos, hogy les volt. Elengedik. Kósa, ha elesik, akkor biztos, hogy szabálytalanság, és akkor most jelez a játékvezető. Na lássuk, Balog a labda mögött. Balog eltalálja a falban állót. Talán orosz volt. Száz. Kirúgja a labdát. Nem tudom, kell a segítség. Igen, orosz volt, most húzzák ki a vendégjátékost. A labda természetesen a miénk. Lassan fél óra telik el a második fél időből. Fehérgyalmat Csenger sima 1-3. Rashid tolja meg a labdát. És Magyar pedig elválasztja az ellenfelet. Magyar a bal oldalon. Visszahúzni sem tudják. Még mindig ő nagyon okosan alapit választja. Alapi kicsit közelebb cseni magát. Uff, nem sikerült. Daszkál talpa alatt ment el a labda, és aztán éppen ő az, aki ment és felvetette a labdát Székely Szabolcsal. Nem siet a Csenger sima, azért az a miénk dicsérete van meccse, ahol ők szerintem még 3-1-es vezetésüknél simán támadnak a negyedik gólért. Azt a mindenit, hát ezt nagyon elrontottuk, te jó Isten! Dávid Róbertnek még gyertyát is gyújtottunk nagyjából, hogy gólt lőjön. Ez egy nagyon amatőr megoldás volt ott a két védőtől. Ott a 4-1, épp a 30. perc végén cserélnek a vendégek. Domokos Levente érkezik. És Halász helyett jön a pályára. Balog.
Hát én azt gondolom, a játék képéhez képest ez a 4-1 túlzó különbség, de a futballt ugye gólra játsszák, tehát a játék képének ilyen értelemben az eredményt tekintve sosincs jelentősége. Éveken keresztül ugye a Guardiola féle Barcelona olyan meccsenként 70%-ban birtokolt a labdást, mégis azért volt, amikor vereséget szenvedett ilyen esetekben is. Hát azért jó lenne még egy gól. Én viszont örülök így október közepén az első gólnak, amit fehérgyarmati gólnak, amit közvetíthettünk Viró Tibor kollégámmal, nem is volt csúnya találat. Magyar futált egészen a hosszú oldalról, és annyit elért, hogy bedobásra tudtak csak menteni. Magyar megint elképesztő futómennyiséget tesz le egyébként a pályára. Öröm látni. Hát ha még lenne mondjuk 5 ilyen futbolista a miénknél, akkor egész más lenne a helyzet. Balog egyből tovább. Jó az, Rashid. Ez igen, ez így nagyon szép. Balog Árpi, Balog még mindig. Abszolút helyzet, Balog jobban. Hát ez fölkínálta a kapusnak. 15 méterről ez Balog Árpinak. Be kellett volna bombázni a kapuba, vagy legalább, de semmiképpen nem a kapus ölébe emelni a labdát. Óriási helyzet volt Balog előtt. Arról már nem is beszélve, hogy mellette is ketten futottak viszonylagos ürességgel, ami üresen lehet egy 16-os környékén futni. Nem történt semmi. Dávid került a földre, ugye ő kapott egy ajándékot az imént a miénktől, egy távoli lövés, de ez csak a hálóba volt jó Algács Márktól. Ez viszont lökés alapival szemben. Balog és Alapi játszanak össze. Daszkán a csímbe a passz, és így már el is ment a lehetőség, sőt, fordulnak a vendégek. Szász elrúgja a labdát, és aztán felborítják. Szabadrugás nekünk. Cserélni fognak a vendégek. Varga György érkezik a pályára, Mona Árpád helyett. És aztán Vágán Áron is érkezik. Mona pedig a lánya eljegyzésre megy vissza. Na ez igen. Ez igen. És akkor vég helyett érkezett Vágán, vagy érkezik Vágán Áron a pályára. A 80. percben. Most itt élőben már azért a futballbarátok fél lélekkel biztos az esti Magyarország-Szerbia EB-selejtezőre figyelnek, hiszen az egy nagyon fontos mérkőzés. Igaz, a szerbiai győzelem után nem létfontosságú, de ez itt szöglet. De egy jó eredménnyel lényegében ebbé résztvevők lennénk ismét. Jól látom, Alapi került a földre, még az ellenfél tér felén. Most őt nézi meg a játékvezető, Alapi jól állt, a tarkóját fájlalja, de tudja folytatni a játékot. Itt pedig szöglettel folytatódhat, a hatodik Csengersimai sarokrúgás jöhet.
4-1-re vezetnek a vendégek. Hát most már nagy erőket nem mozgósít a Csengel Sima, hogy előre menjen. A miénk pedig hát talán beletörődtek ebbe, az 1-4-be, de hát nyilván egy 3 gólos hátrány szűk 10 perccel, sőt 8 perccel a vége előtt az elég meghatározó. Kósa mögé a labda, de amúgy is hosszú volt, magas volt, dobhat a Csengel Sima. Itt most már mindkét csapat lepörgeti ezt a maradék 8 percet, azt gondolom. Nagy izgalom nem várható. Nem bánnám, ha esetleg lőnék még egy gólt, azért a 4-2 az egy szoros végeredmény, és sokkal jobban tükrözni egyébként a mérkőzés képét. Ez egy nagyon magas bedobás volt a csereként beállt Vargának. Ez egy életerős tértől elő átadás. Vágán viszont a biztosat választja, és az oldalvonalon túlra rúgja a labdát. Ez így a miénk, Rashid. Magyar. Magyar nagyon szépen beállt az ellenfél elé. Ez érdekes megoldás volt Rőtitől. Ennél jobban Csimbe nem lehet adni a labdát, szerencsénk volt. Egymás hibáiból éltek most a csapatok. Magyar. Ha alapi vagy magyar lábán a labda, akkor azért lehet erre arra számítani. Óriási sprint Tóttól. És még bent is tartotta a labdát. És azon gondolkodom, hogy vajon amikor kialakult a 4-1, akkor rögtön miért nem kapott cserét Mona a vendégeknél, ha a lánya eljegyzéséről jött el, ott még egy bő 10 percet várt a szakvezetés a vendégeknél. Hetedik szöglet. Mármint hát egy Csengel Simai egy lágy beível, és fölé Tóth pörgette nagyon szép mozdulattal. Kapu fölé a labdát. Bő 5 perc van hátra a mérkőzésből, 4-1-re vezet a vendégcsapat. Balog Árpi már a kezét tette az ég felé, mert úgy szemébe sütött a nap. Egyébként tényleg fantasztikus futballidő van, így október 14-én egy szép mozdulat. Erre szoktam mondani, hogy meghal a szépségbe. Ó, ha ez Daszkál leveszi, és meglátja a bal oldalon a Rashidot, akkor az egy óriási helyzet. Gere most egyszerű mozdulattal dolgozott. És nagyon szépen kihozta a labdát a vendégcsapat. Vágán másodszor is ugyanazt az egyszerű megoldást választotta. Ez lehet ám az igazi zicser, és mekkorát védett Munkács itt a jó ég Dávid Róbert lövésénél. Magyar emeli ki ballal. Orosz. Nagyon okosan középre fejelte a labdát, és egészen hátra játsszák. 1-2-3-4-5 vendégjátékos van lesen ebben a pillanatban, tehát a fél csapat.
Na most már visszakocogtak. Balog, senki nincs rajta, csak a játékvezető. Jó labda bal oldalra Rashidnak. Rashid mehet teljesen egyedül. Ott a lehetőség visszagurítani. Magyar, óriási helyzet, megtolja, ellövi, és nincs bent a második gyarmati gól. Gere megint egy nagyon szép mozdulattal, most éppen kiollózza a labdát a 16-osan belülről. Lúos valahogy kihámozta a labdát. Hát Magyar kis hiány meglőtte a második gyarmati gólt. Szép akció volt. Rashid mehet megint. Ez is jó labda. Megint ott van Magyar. Rashid egy az egyben. Eltolja a védő mellett. Teszi be középre. Eljut Baloghoz. Úha. Balog a bal lábára emelte a labdát, de aztán az a labda magasan-magasan a kapu fölé szállt. Vannak helyzeteink itt a második félidőben a gólon kívül is. De többet nem sikerült belőni. Nem úgy a Csenger Simának, akik ugyanúgy kettő gólt lőttek az első játékrészben, mint a másodikban, de ne is legyen már több. Elfejeltük, falt nem volt. Tóth próbált volna úgy elesni, hogy az legyen annyira látványos, hogy lefújja a játékvezető. Szóval elosztotta a gólokat a Csenger Sima ezen a mérkőzésen a két fél idő között. Húha! Így végül is jó. Rashid ezt is megmentette, jól szállt be a mérkőzésbe a szélső. Alapi. Alapi eltalálta az ellenfelet. Mondjuk úgy, hogy lezárták a szöget. Ez nem jó ez a labda, széles volt. 2 perc van hátra a mérkőzésből, oka nincs a játékvezetőnek, hogy hosszabbítson. Szerintem nem is fog. Rálépett a labdára a vendégjátékos, de még így is megtartotta. Ott pedig Daszkál nem tudta megszerezni, Magyar ugrik oda. Vágán először ért úgy labdába, hogy nem lett bedobás belőle. És aztán Balog pedig szépen simítja le Rashid felé megint. Ott az a szél a vendégeknél nem annyira élő. Szerintem, hát elég lesz gyanús volt, nem fújták le Daszkál. Rashid üresen, Rashid. A Alapi még ráfordul. Ez is Székely Szabolcs ölében landol ez a lövés. Marad a 4-1 a vendég Csenger Simának, és mivel az már borítékolható, hogy nyerik ezt a meccset, így elmondható, 8-ból 8 a simaiak esetében. Azt nem tudom, hogyha most is megnyernék a bajnokságot, és mondjuk nem mennének föl mégsem a megye egybe. Ez lesz ezek szerint, szóval, hogy akkor nincs valami retorzió, hogy egy osztályon visszasorolják őket, mert mégiscsak azért vannak ezek a bajnokságok, hogy leföl átjárás kell, hogy legyen, különben mi az értelme. A miénk pedig 3 győzelem és 3 döntetlen mellett elszenvedik a második vereségüket. Nem tragikus ez természetesen. Tovább kell fejleszteni a csapatot, a gyarmati labdarúgást így összességében, és lesz ez még jobb is, én azt gondolom, hogy nyilvánvaló. Rőti. Rőti és Tóth harcoltak kétszer is. Úha, ez elég erős lehetett ott Vágán, megmozdulása után az érzés. A játékvezető pedig lefújja a mérkőzést, így jöhet az ápolás, de a lényeg az, hogy a vendég Csenger Sima 4-1-re nyeri a mérkőzést, és a miénk pedig hát reménykedhetnek abban, hogy a következő fordulóban lesznek még visszatérők, lesz úgy tudom új játékos is, és biztos, hogy lesznek itt még szép győzelmek. Én köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.